Az európai kisebbségeket segítő kezdeményezést tárgyalta az Európai Parlament Petíciós Bizottsága múlt hét szerdán. Ennek célja, hogy az olyan kisebbségeket segítse nyelvi, kulturális vagy oktatási területen, mint például a határon túli magyarok. Ahhoz, hogy a mentőcsomaggal érdemben foglalkozzon az EP, 1 millió aláírás összegyűjtése szükséges. Eredetileg 11 intézkedést ajánlott az Európai Unió számára az a javaslatcsomag, amelyet polgári kezdeményezésként nyújtottak be. A magyarok mellett dániai, belgiumi és olaszországi német kisebbségek, valamint a hollandiai Frisföld tartományában élők is támogattak. A hosszas procedúra után a 11-ből 9 javaslat esetében engedélyezte az Európai Bizottság az aláírásgyűjtést. Lényege, hogy egy új EU-s ajánlást fogalmazdak meg a kulturális és nyelvi sokféleség védelmében. Emellett az uniós támogatási programokat úgy módosítanák, hogy azok a kis régióban élők és a kisebbségi nyelvet beszélők számára is elérhetőek legyenek. A kezdeményezésről az Európai Parlament Petíciós Bizottsága tárgyalt Brüsszelben múlt hét szerdán. A magyar képviselők kiemelték, ez azért lenne számukra is fontos, mert így a Felvidéken vagy éppen az Erdélyben élőkre is kiterjedne. Utóbbi területről már mintegy 260 ezer támogató aláírás összegyűlt. Az RMDS azt vállalta, hogy 250 000 összegyűjt, ezt meg is tettük, kicsivel többet gyűjtöttünk, de még nem álltunk le a kampánnyal olyan értelemben sem, hogy minden hétvégén most, ami még hátra van, én is járok, és biztatjuk az embereket, hogy hívják föl, írjanak Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő barátaiknak, rokonaiknak, akik uniós állampolgárok, mind aláírhatnak. Nem uniósok is támogatólag, de az sajnos nem számít bele, és ilyen értelemben a kampánynak még nincs vége. Jó lenne, hogyha ez összejönne, hiszen ha nem jön össze véletlenül, akkor itt 15-20 évre be fogják fogni a szánkat Európában, ha szabad így mondanom, és persze odahaza is. A kárpátaljai magyarok speciális helyzetben vannak. Mivel Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, rájuk nem terjed neki a szabályozás egyenlőre. A kisebbségek ügyét azonban ők is tudják aláírásukkal támogatni. Ukrajna, mint társult tagja az Európai Uniónak, mindenképpen az Európai Unió felé törekszik, akkor azt mondhatjuk, hogy elvárható akár a Minority Safepack révén, akár annak a kisebbségvédelmi munkának révén, amit itt az Európai Parlamentben kifejtünk, hogy a jövőbeni kisebbségi, illetve őshonos kisebbségekre vonatkozó egységes Európai Uniós jogrendszer vagy jogi keret majd a jövőben valamikor ránk is érvényes lesz. Másrészről mondhatjuk azt, hogy a kárpátaljai magyarok a magyar nemzetpolitika révén azért mégiscsak tagjai az egységes magyar nemzetnek, és a kettős állampolgárság révén azért van egy nagy lehetőségünk arra, hogy mégiscsak részt vegyünk ebben a Minority Safepack aláírásgyűjtésben, és azok, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal is aláírhatják, és részt vehetnek ebben, támogathatják, hogy könnyebben összegyűjjön az 1 millió aláírás. A kezdeményezés az unió összes kisebbségét segíteni. Becslések szerint minden hetedik európai polgár valamelyik történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Ennek ellenére számos olyan terület van, ahol érdemben nem foglalkoznak a mentőcsomaggal, sőt folyamatosan támadják azt. Az Európai Bizottság, tehát az Európai Kormány elutasította az egészet. Erre a FOEN, a kisebbségi európai szervezet, az Európai Bíróság elé vitte a témát, és az egyik oldalon volt a hatalmas, nagy magasságos Európai Bizottság Románia, Görögország és Szlovákia támogatásával, a másik oldalon meg volt a kis Dávid, a FOEN, Magyarország támogatásával, és győzött a Dávid a Góliát ellen. És most a mi kezünkbe kaptunk egy olyan történelmi lehetőséget, hogy tényleg mondjuk el, hogy ezt szeretnénk. Tehát bármelyik európai állampolgár az aláírásával annyit mond el, hogy szeretné, hogy a kisebbségek védelmére egy jogi norma keletkezzen az EU-n belül. Na most azt látjuk, hogy Nyugat-Európa nem tudja hozni azt az aláírás mennyiséget, amennyit vállaltak. Ezért azt látjuk, hogy mi a
külhoni magyar közösségek, ez főleg ugye erdélyi, tehát a romániai magyarok, illetőleg a felvidéki magyarok, akik már egyébként teljesítettük a kvótánkat, de vegyünk tovább, hogy minél több aláírás legyen. És hát most főleg Magyarország, Magyarország polgárait is tisztelettel kérjük, megint csak ott tartunk, hogy nekünk kell az elveket és Európát, a szebbik és a jobbik Európát megmenteni. Magyarországon a Rákóczi Szövetség vállalta az aláírások gyűjtését. Bárki, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, aláírhatja a kezdeményezést. Ezt akár online is megteheti, de elég bármelyik postahivatalba bemenni és ott aláírni a gyűjtőívet.